Mi úgy megyünk oda, hogy ezt a világbajnokságot mérkőzésről mérkőzésre szeretnénk abszolválni, és minden mérkőzést szeretnénk megnyerni. A magyar jégkorong válogatott április 3-án kezdődött világbajnoki felkészülése száraz és jeges edzéseket, értekezleteket és csapatépítést tartalmazó kéthetes programjában három tesztmérkőzés szerepel. Április 8-án Bécsben, 10-én Budapesten a Tüskecsarnokban játszanak Ausztria ellen, ahol 12-én Szlovéniával is meccselnek. Nyerni megyünk minden mérkőzésre, így a felkészülési tornára is. A meccseket egyesével kell venni, ne rohanjunk nagyon előre. Elsősorban azt várjuk a felkészülési meccsektől, hogy csapatként működjünk jól, és keményen játszunk fizikailag is. A csatárokat tekintve mély a keret, a góllövés lehet a kevésbé nehéz feladat számunkra. Ezzel ellentétesen kapusaink nem túl rutinosak nemzetközi szinten, ám kiválóan teljesítettek a szezonban, ezért bízunk bennük. Az április 19-től 26-áig tartó Divízió 1 A csoportos világbajnokságon sorrendben Japán, Kazahsztán, Olaszország, Ukrajna és a házigazda Lengyelország lesz majd a mieink ellenfele. Elvárás az, hogy benn maradjunk ebben a közegben. Én egy pici bravúrnak értékelném azt, hogy ha már érem lenne, nyilván az fantasztikus bravúr lenne, hogyha fel tudnánk jutni. Viszont azt látni kell, hogy a kiesés, mint olyan dolgot is számba kell venni, hiszen itt azért a körbeverések és mindenféle olyan dolgok közbejátszhatnak, közbeszólhatnak, ami azt a negatív dolgot vonhatja maga után, hogy esetleg ebből a divízió kibotjunk, de én azt hiszem, hogy erre van talán a legkevesebb esély. De mi úgy megyünk oda, hogy ezt a világbajnokságot mérkőzésről mérkőzésre szeretnénk abszolválni, és minden mérkőzést szeretnénk megnyerni. A végleges világbajnoki keretet leghamarabb vasárnap a szlovén mérkőzés után, legkésőbb jövő hét csütörtökön hirdeti ki a szövetségi kapitány. A jelenleg együtt dolgozó játékos keret tovább bővülhet, mivel a légiósok közül Sebők Balázsra még egy finn másodosztályú bronzmérkőzés vár április 8-án. Nagy Gergő, Vas János és Vas Márton klubjai azonban még versenyben vannak a külföldi rájátszásokban.